Most már, hogy nincs a torony, meg kell szerezni a földszinteseket és az összes fejet sarkot. Szerezni? Hogyan szerezzük meg Bódi Maestro? Faszán, oda megyünk, megszerezzük. Gyerek, nem kértél szót. Moderátor nem regisztrálta a pofád. Hogyan szerezzük meg? Nem tudom. Hát, érezzék a fejettiek, hogy mi nem szorozzunk, ugye? Adod, vagy vesszük. Igen, igen, ahogy a McCallow Street-en is a múltkor. Elszedjük a sarkot, feltankolunk, aztán várunk, hát ha lesz valami. Üljél le, jó? Nem, nem, annak vége, hogy a területtel foglalkozunk. Melyik utca, melyik sarok a miénk. Már rég nem erről van szó, hanem a termékről. Az. Nekünk van a legbaróbb termékünk, azt el is adjuk függetlenül, hogy hol vagyunk, igaz? Termék, barátaim! Termék! Elnök megadja a szót Slim Charlesnak. Elnök úr, az embereknek valahol állni is kell, nem? Akármilyen kurva jó terméked lehet, ha állandóan lekúrnak, amiért mondjuk a másik baromnak helyén állsz. Oké. Volt nekünk 6 házunk a Franklin teraszon. Mind a 6-ban non-stop volt, de 3-at le kellett passzolnunk megbízhatónak, hogy tőlük kapjuk az árut ahelyett, ami nekünk volt. És ki tudja, hogy mennyit vesztettünk ezen? Nos, a helyes válasz, hogy nyertünk. Fele annyi területen 2-szer annyi forgalom. A profit pedig 8-9%-kal nőtt, tehát a terület mit sem ér, ha a termék szar. Kérdezz csak meg az amcsikat! Mit meg nem próbálnak, hogy eladják a Fordjukat? Közben az összes nigger itt rohangál, német meg japán autóikkal. Na, ennyit számít a terület. És vegyük hozzá azt is, hogy a területharc miatt jönnek. A hullák miatt jönnek. A zsaruk. Lehet, de hogy megyünk o... Nem kértél szót, tesó. Szóval, hogy megyünk oda? Úgy, szépen. Hogy megyünk oda egy idegen sarokra? A mi termékünk a legjobb, igaz? Minden bizonnyal meg fogunk tudni egyezni azzal, akivel akarunk, hogy tőlünk rendelje az utántöltést, a miénkből. Érthető? Mindenki jól jár, ha osztozunk a terepen. Slim Charles? És mi van, ha nem kell nekik a mi cuccunk? Azon ráérek töprenkedni, ha megérem. Addig is, Mr. Charles, üzletemberként kell gondolkodni. Eladjuk a cuccot, nyereséget termelünk, gengszterkedjen, aki nem tud jobbat. Tessék. Elnök úr, tud róla, hogy mindenki totál hülyének fog nézni? A kurva anyád, mindjárt éverlek hülyére, hogyha még egyszer megszólalsz. Szót kért a gyerek, mondom. Fogjad már be, annyira estom, hogy akkor ne kérje szót. Meg kell tanulnunk másképp látni a világot, kedves barátaim. Használni ezt a dolgot itt, mint a felnőtt emberek lennénk. Nem úgy, mint a hülye gyerekek az utca sarkon. Na, haza lehet zsalni.